Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Turizmusfejlesztés a megyében, egységes stratégia készül a térség vonzerejének növelése érdekében. Szemkamera, speciális technológiával vizsgálják a fogyasztói szokásokat az egyetem kutatói. A legkisebbeké a főszerep a hétvégén, nem lesz hiány a gyermeknapi programokból Pécsen sem. A Szigetvári és a Siklósi Vár, az Abaligeti Cseppkőbarlang, a Pécsi Világörökségi Helyszínek vagy a Villányi Borvidék. Hosszan lehetne még sorolni Baranya megye kiemelkedő turisztikai értékeit. Ezekre és a még nem annyira ismert és kihasznált adottságokra egyaránt építene a megye készülő turizmusfejlesztési stratégiája, amelyről tegnap tartottak munkamegbeszélést. Egy évtizedre is iránymutatást nyújthat a térség szereplőinek az a turizmusfejlesztési stratégia, amely a Baranya megyei önkormányzat és a Baranya megyei kereskedelmi és iparkamara megrendelésére készül. A dokumentumról már több konzultációt tartottak a szektorban érdekelt szereplőkkel, így a szálláshelyek tulajdonosaival, a megye gasztronómiájában meghatározó vállalkozókkal. A sorban most a megye települési önkormányzatainak vezetői, képviselői következtek, akik a Papnevelde utcai díszteremben gyűltek össze hétfőn egy szakmai egyeztetésre. Az a célunk, hogy ne egy újabb olyan dokumentum készüljön, amely aztán bekerül a fiókba más egyéb korábban elkészült stratégiákhoz hasonlóan, hanem egy olyan fejlődési pályát is felrajzoló stratégia készüljön most el, amelybe a turisztikai élet, a megye turisztikai élet, beleértve a pécsi turisztikai szereplőket is, a saját személyes elgondolásaikat, céljaikat is visszalátják a közös stratégiában. Baranya megyében 9,5 milliárd forint áll majd rendelkezésre turisztikai célokra a területi operatív program forrásaiból, de Pécs, Komló és Mohács saját fejlesztési kerettel fog rendelkezni. A cél, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyan, egy egységes stratégiához igazodva sikerüljön felhasználni a térségben. A helyi városvezetést Ruzsa Csaba alpolgármester képviselte a találkozón, akit arról kérdeztünk, Pécs milyen módon kapcsolódhat a megyei stratégiába. Ugye ebben alapvetően mi 3-4 olyan célt szeretnénk, ami bekerülne, a reptérfejlesztés, a megújuló mecsek oldal, az aquapark fejlesztés, ugye és külön azok a sport és egyéb kulturális fejlesztéseink, amelyek futnak, hogy egy minél nagyobb átfogó csomag legyen. Ruzsa Csaba szerint ezt kiválóan kiegészíthetné egy Pécs, Baranya és Eszék által együtt felkínált turisztikai csomag, amely akár 5-7 napra is elegendő élményt adna az ide látogatóknak. Ennek tökéletesítését is szolgálja a turizmusfejlesztési stratégia, amely a tervek szerint idén nyáron elkészül. Ha ez megtörtént, a megyei önkormányzat szeretné nyilvánosságra hozni az anyagot, hogy az arra épülő munka minél előbb megkezdődhessen. A fogyasztók viselkedésének vizsgálatában egyre fontosabb eszközt jelent a szemkamera. Ezzel a technikával végeznek méréseket a Pécsi Tudomány Egyetem közgazdasági karán működő The Core Lab fogyasztói magatartás kutatóközpontjában. Az eszköz képes rögzíteni többek között, hogy egy-egy vásárlás vagy online kérdőív kitöltése során mit néznek a résztvevők, illetve hogy milyen sorrendben és milyen hosszú ideig teszik ezt. Annyi lenne a feladat, hogy egy online felületen egy kérdőív fog megjelenni. Innovatív mérés zajlik a PTE fogyasztói magatartás kutató központjában. Egy kérdőív kitöltésének a folyamatát vizsgálják egy stabil szemkamera segítségével. A szerkezet pontosan rögzíti az alany szemmozgását, így a szakemberek képet kaphatnak arról, hogy a felületen pontosan mikor és hova fókuszált az alany. Ezeken a felvételeken pedig már a kutatás egyik vezetője, Németh Péter, a PTE egyetemi adjunktusa azt a mobil szemkamerát mutatja, mellyel szintén végeztek méréseket. Ebben a kutatásban az egyetemisták vásárlási szokásait vizsgálták. A mobil szemkamera az az, amit fölteszünk az embernek a fejére, úgy néz ki, mint egy szemüveg, és akár azt mondjuk neki, hogy menj be ebbe az üzletbe, és vásárolj, mint ahogy szoktál egyébként. De ilyenkor nem irányítjuk, nem mondjuk meg neki, hogy pontosan milyen útvonalon menjen. A technológia már 10 éve létezik, itt Pécsen 2019 óta foglalkoznak komolyabban a szemkamerás vizsgálatokkal. Gondoljunk csak bele, hogy akár egy üzletben, amikor betér valaki vásárolni,
akkor mennyi információt tartalmaz az, hogy hova néz, milyen termékeket vesz észre, milyen kihelyezéseket vesz észre, egy adott gyártónak vagy egy adott kereskedőnek a kommunikációját észreveszi-e egyáltalán. Ez a technológia azért nyújt nagy segítséget a szakembereknek, mert a vásárlói magatartás formának nagy része nem tudatos, illetve ha valaki kezdetben próbál a kamera jelenlétére figyelni, egy idő után szinte teljesen elfelejti az eszközt. A szemkamerás vizsgálatok egyébként folyamatosan zajlanak az egyetemen, az eszközzel végzett mérések révén a kutatók jobban megismerhetik a vásárlási szokásokat, illetve a kereskedők, vállalatok is fontos információkhoz juthatnak egy-egy marketing akció során. Megszületett a város új szlogenje, a pécsi önkormányzat még februárban hirdetett pályázatot a témában. A cél egy olyan hívószó megalkotása volt, amely a Baranyai megyeszékhely különleges értékeit közvetíti. A beérkezett ötletek közül egy szakmai zsűri választotta ki azt a hármat, amelyekről a lakosok online szavazás útján dönthettek. A több mint 2000 voks alapján a Pécs évezredek pezsgése és a Pécs a megnyerő város szlogenek mellett végül nagy többséggel a Pécs mediterrán szerelem lett a befutó. Erre a jelmondatra voksolt ugyanis a szavazók 60%-a. Ahogy országszerte, úgy Pécset sem lesz hiány programokból a hétvégén. A gyermeknap alkalmából többek között a Zsolnai negyedben és Messesen is vidám rendezvények várják a családokat szombaton és vasárnap is. Ezek a felvételek tavaly nyáron a Szamárfő Fesztiválon készültek a Zsolnai negyedben. Május 28-án és 29-én ugyanezen a helyszínen ismételten a gyerekeké lesz a főszerep. Halász Kingától, a Zsolnai Örökségkezelő kommunikációs munkatársától megtudtuk, a hétvégén mintegy 50 programmal várják a kicsiket. Aki egy kicsit aktívabb, mozgékonyabb, annak biztos, hogy tetszeni fog a légvár, a mászófalak, az extrém sport vagy a motoros bemutatók, lesznek Star Wars hősök, akikkel lehet fotózkodni. Akik egy picit nyugodtabbak, őket mondjuk várja az olvasóliget, a hangszersimogató, a buborékágyú, illetve lesznek különböző családi játszóházak is. Halász Kinga hozzátette, egy különleges büfével is készülnek, ahol gyerekeknek szóló csemegékkel várják a kicsiket. Nem csak a Zsolnai negyed lesz hangos a gyerekzsivajtól, idén egy pályázatnak köszönhetően szombaton Messesen is színes programkavalkát teszi izgalmassá a napot. Ez a Fehérhegyi iskola környékén lesz, a Pákolic István utca 33-as szám alatt. Ott fog körözni két kör erejéig a kisvonat. Ezen kívül lesznek mazsorettek, lesz néptánc bemutató, versmondás, énekelt versek, vattacukor, gyereknap vattacukor nélkül, nekem legalábbis a gyerekkoromból ez jut eszembe róla mindig, hogy vattacukor, lesz lángos sütés a Színes Gyöngyök Egyesület közreműködésével. Fűri Ildikó hozzátette, a Repülj a fellegekkel című rendezvényen lesznek játékos sportvetélkedők, a résztvevők népi gyermekjátékokkal ismerkedhetnek meg, a szülők pedig egészségügyi szűrésen, tanácsadáson is részt vehetnek. Új kiállítás nyílt múlt héten a Pécsi Tudomány Egyetem Klímó György könyvtárában. A Fűvész Tudomány a mecsek lábánál című tárlaton az érdeklődők megtekinthetik a könyvtárban és a felsőoktatási intézmény szervezeti egységeiben fellelhető kertkultúra irodalmat és herbáriumokat. Az itt látható akvarellek, kézzel színezett fa és rézmetszetek, díszített nyomtatványok, fotók a 17.-19. század botanika történetének európai és magyarországi irodalmának alakulásába engednek betekintést. Dr. Vír Tamás, a Pécsi Tudomány Egyetem botanikus kertjének vezetője stábunknak elmondta, a közel egy évig látogatható tárlattal az egyetem kiemelkedő kutatóit és az ő tudományos eredményeiket szerették volna bemutatni. Most az egyetemi kollégák segítségével összegyűjtöttük Pécs, illetve a hozzá, vagy a környékbeli növényekkel, botanikával, illetve az itt dolgozó, vagy korábban dolgozó botanikusok munkáival, hagyatékával kapcsolatos anyagokat, és ebből egy ilyen rövid ízeütőt próbálunk a botanika hónapjának apropóján bemutatni itt az egyetemi könyvtár segítségével. Végezetül következzen néhány szó az időjárásról. Holnap érdemes lesz magunknál tartani az esernyőket, ugyanis záporok, zivatarok várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 fok körül alakul.
Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Friss hírekkel legközelebb holnap este, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Viszontlátásra!